A városi büdzséből idén 24.604.000 dinár jut egészségügyre. Ez az összeg 200.000 dinárral több, mint tavaly. A pénz 23%-át a szabadkai gyógyszertárakra szánják. Ebből a zsinagóga melletti, a Halasi úti, valamint a Zorka és Pestcsara helyi közösségben található épületeket újítják fel. Szem előtt tartottuk, hogy sokkal többet tudtak beruházni ők, mint egészségügyi intézmény az eddigi gyógyszertár hálózatba, mint a város amennyi tudott beruházni az egészségházak fenntartásába, és az nem annyira fenntartásába, mint amennyire az objektumoknak a szinten tartására. A fennmaradó összeget, azaz mintegy 19 millió dinárt az egészségházak felújítására és felszerelésére, valamint a szolgáltatások bővítésére költik. Azt a részben tudtuk emelni mintegy 200.000 dinárral a költségeket, amelyek a fizetésekre vonatkoznak. Ez tulajdonképpen a halottkém szolgálat, az éjszakai ügyelet, valamint a készenlétesség a külső területeken. A csantavéri és bajmoki ügyeletek mellett ezentúl Tavankúton, Györgyénben, Kelebián és Királyhalmán is lesz éjszakai orvosi ügyelet.